Amerika és Mexikó között hasonló a helyzet, nagyjából, mint Szerbia és Magyarország között létezik kerítés, de sokan illegálisan próbálnak átjutni, vagy átszökni azon. A szerb-magyar határon korábban 80-100 elfogás volt egy-egy hónapban, de ez a szám az elmúlt néhány hétben drasztikusan megugrott, most kétszer ennyien próbálkoznak. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt, tábornok úr! Jó reggelt! Nézve a ideérkező vagy a határainkat megközelítő legális bevándorlókat, vagy bevándorlni szándékozókat, a nemzetiségük mintha megváltozott volna most. Afganisztán, Pakisztán és Irán. Tehát a migrációs helyzetnek a pillanatnyi állásáról éppen a Frontex nemrégen tett közzé egy jelentést, ahol behatóan foglalkozik a balkáni útvonal sajátosságaival. Azt lehet látni, hogy a fő útvonalon, ugye két fő útvonalon jönnek Törökországból, egyrészt a szigetekre, a szigeteken valami elképesztő zsúfoltság van, tehát elhelyezni, ellátni se tudják az odaérkezőket, onnan hozzák át őket a kontinentális Görögország, és a másik, az pedig a török zöld határon keresztül, több helyszínen is kísérleteznek, és a fő útvonal aztán Albánia, Montenegro, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, és a Frontex jelentés részletezi, hogy egyes államokban, így például Szlovéniába, vagy Horvátországba, vagy Boszniába, mi most a helyzet. Ami az állampolgárság, tehát nagyságrendben jelentős növekedés látszik, ez egy teljesen világos helyzet. Ami az állampolgársági összetételt illeti, addig, míg az Európába érkezőknek a jellemzői között azért elefeten az a fekete afrikaiak jelentenek a legnagyobb számarányt, és érdekes volna a balkáni útvonalon is megjelentek, addig azért a balkáni útvonalon a korábbi 2015-ös időszakhoz, 16-os időszakhoz képest tipikus ugye a szír és iraki érkezők tömege, vagy legalábbis magukat annak valló. Most a helyzet úgy áll, hogy Pakisztán, Afganisztán és Irán igen jelentős részarányt képvisel az érkezők között, vagyis az állampolgársági összetétel is megváltozott az elmúlt években a balkáni útvonalon, és megváltozott a főútirány is. Magyarország nincs a főútvonalon, ide azok érkeznek, akik az embercsempészek szervezésébe igyekeznek elkerülni azt az ellenőrzést, amit adott esetben a horvát-bosnyák határon, vagy akár a bosnyák területeken bevezetett szigorítások hatására, vagy a szlovén kerítés miatt próbálnának elkerülni. De van akkor azt, hogy a magyar-szerb határon is bizonyos élénkülés tapasztalható e témában. Ez egyedül az időjárás számlájára írható, vagy valami más is van a háttérben? Nem csak a szerb szakaszon van mozgás, hanem a horvát-magyar szakaszon is, és van a román-magyar határszakaszon is. Két alapvető okot látunk, amelyik a mozgás növekedését okozza. Egyrészt ez teljesen világos, az időjárással függ össze, minden évben így van. Amikor a téli hideg, akkor a tavaszi hűvös időjárás, csapadékos időjárás befejeződik, akkor mindig egy fellendülést lehet tapasztalni. Az időjárás alkalmas arra, hogy a zöld határon is nagyobb tömegek kísérletezzenek, adott esetben szabadba aludjanak, elrejtőzzenek akár napokig. Ezt télen hűvös, esős időben nem lehet megtenni. De másrésztről kétségtelen, hogy a mozgások mögött mélyebb összefüggések is vannak, amikor a három fő útvonal, tehát a Spanyolországba irányuló, az Olaszországba irányuló és a balkáni útvonal, valamelyikén változások történnek, akár a bevezetett határőrzeti szigorításokba, például Horvátország ugye vaskerítést épített bizonyos határszakaszain és határátkelő helyei mellett, komoly rendőrérőket alkalmaznak, Szlovénia ismételt kerítéseket épített, tehát amikor ilyen szigorításokat vezetnek be, akkor az embercsempészek nagyobb aktivitást mutatnak más irányokon, útvonalok keresésében. Itt egyébként a román szakasz is gyakori az embercsempészés szempontjából, éppen a közelmúltban a román speciális rendőri erők felderítettek egy elég jelentős embercsempész hálózatot, és vettek sokakat őrizetbe. Mindig egy ilyen hálózat felgöngyölése, az komoly csapást jelent az üzletre, az embercsempészés üzletére, mert ezt a hálózatnak az újjáépítés ez mindig körülményes, veszélyes és költséges. Tegnap olvastam az interneten egy érdekes információt, hogy Közép-Amerikában is megjelentek az afrikai migránsok. Tehát repülővel átmennek
Salvadorba, Guatemalába, néhányoknak oda nem is kell vízum, néhány afrikai ország, és onnan meg megpróbálnak bejutni, ezt az amerikai határőrök jelezték. Tipikusan a kubaiak is hasonlót csinálnak, tehát ugye például Nicaraguába vízum nélkül utazhatnak, kimennek úgymond turista útra, és aztán nem jönnek vissza. Ez itt a balkáni útvonalon is tapasztalat olyan, hogy mondjuk Szerbia és Irán között vízummentességi megállapodás van, és közvetlen légijárat is. Ez azt jelenti, hogy számos iráni turista érkezik Belgrádba, aki csak ide útra vett jegyet, és itt innentől kezdve pedig illegális határátlépéssel kíván Európába jutni. Valóban a különféle irányok, itt az Egyesült Államok, itt az előbb szó volt erről, az egy eléggé speciális helyzet és rendkívüli számadatokat hoztak épp a közelmúltra nyilvánosságra, most kezdődnek a tömegesebb kiutasítások az Egyesült Államokból, de nyilván az a hálózat, amelyik a világban mozgatja ezeket a migráns csoportoknak a megjelenését és utaztatását, ez nagy aktivitást tanúsít és keresi az alkalmas lehetőségeket, és sajnos az Európai Unió belbiztonsági, biztonsági stratégiájában ez az elmúlt ciklusban nem szerepelt kellő súlya, sőt, határozott lépéseket láthatunk abba az irányba, hogy bátorítjuk, finanszírozzuk, segítjük a beáramlást. Épp ezért napjainkban ez egy nagyon nagy kérdés, és itt van az ideje annak, hogy komoly döntéseket hozzunk a választók akaratának az ismeretébe, hogy biztosítani lehessen európai emberek biztonságát, az európai kontinens biztonságát, a külső határok biztonságos őrizetével, a menekült jogra nem jogosultak kiutasításával, és ha ezeket nem tudjuk megtenni, ez most már ebben a elkövetkező időszakban nagyon súlyos gazdasági, versenyképességi súlyos hátrányokkal járhat Európa számára, ezért aztán a magyar kormány nagy figyelmet fordít arra, hogy ezek az intézkedések megszülethessenek, és a ciklusra szóló stratégiákba a határbiztonság, a határellenőrzés, a keresztény kultúra védelme, a gazdasági versenyképesség súlyának megfelelően szerepeljen. Tábornok úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm.